Ez az a terület, ahol munkásszálló épült volna Pécsen, a Finn utcában. 2019. szeptemberében itt mutatták be az épület látványtervét, jelentették be a beruházást. A pénzügyminisztérium felhatalmazása alapján én vagyok, aki a támogatási szerződést aláírtam, és a város nevében pedig a vagyonhasznosító az, aki a kedvezményezett lesz. Úgyhogy azt várjuk, hogy ebbe az épületbe 99 ember vagy a családja fogja majd itt az elkövetkező időszakban munka után lehajtani a fejét, vagy a következő munkanapra elindulni, úgyhogy én gratulálok a beruházáshoz, és köszönjük, hogy részt vesznek velünk ezen a projekten. Mondta akkor a baranyai kormány megbízott. Azonban korai volt még a gratuláció. Az októberben megválasztott új városvezetés nem indított el az építkezést két év alatt sem. A megyei fejlesztési biztos azt mondja, ez nem az első olyan beruházás, amire támogatást kapott a város, de mégsem valósul meg. Az egyik a régi vásárcsarnok helyén egy irodaház épült volna, amire elnyert pályázat volt, és most pedig egy munkásszállásnak a megépítését mondta vissza a város azzal, hogy nem tudja biztosítani az önerőt. Ezt nem tudjuk elfogadni, mert ez ilyen 100 millió forint körüli összeg lett volna. Ennyit elköltöttek csak a tanácsadóikra az idén. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez elég felelőtlen döntés volt a részükről, és hát sajnáljuk, hogy ezzel közel 100 családnak a munkavégzési lehetőségét is akár elveszíthetik ezek a családok. A kormány 370 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott a pécsi munkásszálló megépítésére. Ehhez kellett volna még 100 milliót adni a pécsi önkormányzatnak. A befektetés pedig megtérült volna, hiszen a város tulajdonát képezte a tervek szerint a szálló. A cégek pedig az önkormányzattól bérelhették volna a szobákat. Több cégtől is jött jelzés, hogy a munkaerő szükségletüket messzebb lakó szakemberekkel tudják csak kielégíteni. Ezért határozta el az előző városvezetés, hogy belevág a nyereséget hozó épület megvalósításába. Az ügyben a Városháza álláspontját leghamarabb a két ünnep között tudjuk közölni, ugyanis azt az információt kaptuk, hogy jelenleg nem érhető el senki, aki megszólalhatna.